Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmink rész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Sok a kérdőjel, ismeretlen tettes ellen nyomoznak a rendőrök a mőzsi kisfiú eltűnésének ügyében. 5,3 millió forint, ennyiből újult meg az Aparhanti kálvária. Négyes siker bárányok születtek, az ilyen esemény rendkívül ritkának számít. A víz fontosságára tanították a gyerekeket, szemléletformáló programot tartottak a Tolnai Vármegye székhelyen. Ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a rendőrség a 6 éves autista Nyári Gergő Dávid eltűnésével kapcsolatban. A kisfiú március 27-én tűnt el Tolnamözsi otthonából. Az ország különböző pontjairól érkeztek kutatócsapatok és önkéntesek. Végül közel 24 óra elteltével a családi háztól nem messze találták meg a rémült gyereket. Hatalmas taps és üdrivalgás vette kezdetét, miután megkerült a kis Nyári Gergő Dávid. A szakemberek azonnal mentőfóliával takarták be a 6 éves fiút, az eltűnését követően csak nem 24 órával találtak rá, március 28-án. A helyiek egytől egyig nagyon aggódtak érte. Fönn volt a Facebookon is, fölrakták, megköszönték, mikor megtalálták, de nagyon sokan voltak. Nagyon, meg itt a szomszédom is beteg, én itt álltam. Nagyon hideg volt, meg sokan, itt volt ez a leány, és sokan voltunk. Jaj, mondom, drága jó Istenem, csak legyen meg. Én örülök neki, hogy megvan a szomszédba kisfiú, mert sajnáltam őket nagyon. Nagyon köszönöm azoknak az embereknek, akik itt nappal vált éve mentek és keresték az unokámat. A kisfiú jelenleg kórházban van, megfigyelés alatt tartják, természetesen a szülők is mellette vannak, így csak a dédnagymamát érte utolstábunk. Én mikor megtudtam, hogy a kisgyerek megvan, hallgatik, nem kiugrok a bőrömből, olyan boldog voltam, és egész éjjel arrét kértem a Jóisten, hogy vezessel az embereket oda, ahol van. Hozzák vissza épségbe, mert mindig én vigyáztam rá, örökké. És akkor kinyitottam a kezem, kifut a kertembe, és ő volt. Egy biztos, most már fellélegezhet az aggódó család, hiszen csodával határos módon Gergő épségben került elő. A keresésben egyébként több százan vettek részt, az ország számos pontjáról érkeztek kutatómentők és önkéntesek, akik segítették az egyenruhások munkáját. Másnap már a TEK munkatársai is csatlakoztak a kutatáshoz. Éppen egy kutatásban voltunk, az erdős területet vizsgáltuk át már többedik alkalommal, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy két civil szalad be a vetésbe, és elkezdenek kiabálni, illetve integetni. Nagyon gyorsan a kollégáimmal együtt, illetve a TEK munkatársaival a helyszínre szaladtunk, ahol végül is sikeresen megtalálták a gyermeket. Addigra már egy terepjáróban ült, és már kabáttal betakargatták. Nem sokkal később megérkezett a TEK orvosa is, aki elsődlegesen megvizsgálta a kisfiút, majd a faluba vitték a családi házhoz, ezt követően oda pedig egy mentő érkezett, aki elszállította a kisgyereket. Az autista kisfiút végül két önkéntes kutyás paksi férfi, Góman Dávid és Jelencsik Zsolt találta meg. Mindenkinek nagyon nagy köszönetünket szeretnénk kifejezni azért, hogy ezt a társadalmi összefogást segítették, és végül sikerült a kisgyereket 24 órán belül megtalálni, hiszen nagyon fontos volt az idő, folyamatosan az idővel harcoltunk, hogy egészségben és épségben a gyermeket megtaláljuk. Mai napig kórházban van, megfigyelés alatt, azonban nem sokára haza fogják engedni családjához. Az esettel kapcsolatban a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt eljárást indított ismeretlen tettes ellen. Kazasztáni nő szenvedett közlekedési balesetet Pakson. Egy bölcskei sofőr ment neki a kocsijának, miután egy kanyarban figyelmetlenül váltott sávot. A külföldi 38 éves asszony könnyebben sérült meg. Emellett még egy anyagi káros balesetnél intézkedtek Tolna vármegye rendőrei az elmúlt 24 órában. Elindult az oltási igazolvány mobiltelefonos alkalmazásának átalakítása digitális egészségügyi alkalmazássá. Első lépésben az e-receptek lesznek az applikációban megtekinthetők, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a szerdai sajtótájékoztatóján Budapesten.
Tétvári Bence közölte, megtörtént az alkalmazás frissítése, amelyben már nem csak a koronavírussal kapcsolatos adatok, hanem a receptek is láthatók. Jelezte, 2,1 millióan töltötték már le a telefonjukra a koronavírus applikációt, és kihasználva a digitális egészségügy előnyeit, egyéb funkciókkal bővítik azt. A Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése elnevezésű pályázati forráson elnyert több mint 5 millió forintból újította fel Aparhant község önkormányzata az apari temetőben található Kálvária dombi stációt. Az ünnepélyes átadón a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János is jelen volt. A keresztútnak a megújítása szimbolizálja azt a közösséget, amely itt él. Ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Aparhanton, az apari temetőben. Az államtitkár hangsúlyozta, Aparhantnak 2019 óta 105 millió forintot sikerült leívni különböző a település fejlődését elősegítő projektekre. Ezek egyike a Magyar Falu programon elnyert több mint 5 millió forint is, amiből sikerült megmenteni a Kálváriát. Az 1800-as évek végén készült stációkra ráfért a felújítás. Ezt a Kálváriát is a németek építették, ránk hagyták mostani aparhantiakra, legyünk akár németek, székelyek, felvidékiek, magyarok vagy cigányok, de mindannyian közösen használjuk. Aparhant község önkormányzata évek óta kereste azt a forrást, amiből felújíthatják a számukra nagy jelentőséggel bíró Kálváriát. A település vezető kiemelte, sok a vallásos ember a faluban. Gyakorlatilag az utolsó pillanatban sikerült megmentenünk a pusztulástól, hiszen már a stációházak kiborultak a helyükre, tehát új alapokra is kellett helyezni. 5,3 millió forintból újult meg, és ehhez még nagyságrendileg 1 millió forint önerővel járult hozzá az önkormányzat. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke elmondta, Magyarország kormánya és a Tolna vármegyei önkormányzat támogatja ezeket a törekvéseket. Önök egy nagy család, egy közösség, amelynek életében fontos szerepet játszik mind a mai napig a katolikus vallás, mely nem csak az önök, de Magyarország és egész Európa megmaradásának egyik záloga. Az ünnepélyes átadón a település plébánosa áldotta meg a felújított Kálváriát. Jelentősen csökkent az étkezési búza, valamint a takarmány búza és a takarmány kukorica ára Magyarországon tavalyhoz képest, de még egyik se érte el a 2021-es szintet, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet jelentésében. Az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára tonnánként 88,2 ezer forint, 19%-kal csökkent egy év alatt. A takarmány búza ára 13%-kal mérséklődött tonnánként 86,5 ezer forint. A takarmány kukorica a tavalyi azonos időszakhoz képest 11%-kal lett olcsóbb, március 3. hetében 92,3 ezer forintba került egy tonna. Ugyanennyi ipari napraforgó mag 189,9 ezer forintba került az összesítés szerint, az éves árcsökkenés 28%-os. A búza és a kukorica világszinten is egyre olcsóbb a márciusi adatok alapján, mutatott rá az AKI. A szakértők a nemzetközi kereslet lassulására számítanak, miközben Ausztrália búzából termésrekordot érhet el. A jelentős kínálat a kukorica árát is levitte, az olajos növények nemzetközi piacán ugyancsak visszaesés mutatkozik, áll az intézet összefoglalójában. Négyesiker bárányok születtek Szekszárd mellett, ez igazi ritkaságnak számít. A kicsik már több hetesek és nagyon jól érzik magukat a gazdájuknál, aki mindent el is követ, hogy ez így is maradjon. Kisöcsi, nagyöcsi és az ikrek éppen a frissen, direkt nekik melegített tejért indulnak a nemrégen született bárányok. A négyesikrek gazdája a Szekszárd melletti Görögszón él. Ő azt mondja, az, hogy négyes ikerjuhok szülessenek egy alomban, rendkívül ritka eseménynek számít. Általában ugye zömében tavasszal ugye ellenek, január-februárban, tehát képes mínusz 20 fokba is megelleni, és hát ugye nagy zömében általában egy-két bárány szokott elleni. Szerintem túl jó vannak tartva, és ezért van ez. Tehát beszéltem egy ismerőssel, édesapámék mondják, hogy
Van ismerősük, 300 birkájuk van, és még, tehát ugye már nyugdíjasok még nem találkoztak ilyennel négyes elléssel. A néhány hetes állatok most még csak tejet kapnak, amit minden esetben cumiból isznak. Zsolt viszont ezt a táplálékot hamarosan vízzel kezdi higítani, hogy a fiatal négylábúak minél előbb megtanuljanak önmaguk enni. A gazda azt mondja, a bárányokhoz rengeteg időre és türelemre van szükség, de a barátságos állatok minden másodperc törődést meghálálnak. A legkisebb az a születése óta cumisztatva van, a másik, amelyik odajött később, ő 3 hetes koráig még az anyjánál zacskos tejem volt, és utána látszott rajta, hogy mondjam, tehát éhezik idézőjelbe, és akkor ugye ő nála is akkor kezdtem el a szoptatást. A bárányok néhány hétig még biztosan gazdájuknál lesznek, a későbbi sorsukról Zsolt még nem döntött. Európai uniós és hazai forrásokból mintegy 10 milliárd forintot fordítottak tankönyvfejlesztésre az elmúlt években, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerdán. Maruzsa Zoltán elmondta, hogy az új nemzeti alaptantervhez illeszkedő eszközök és tartalmak fejlesztéséhez jelentős forrásokra volt szükség. 6,5 milliárd forintot biztosított az Európai Unió, további 3 milliárdot a magyar állam. Ma már teljes portfólióval rendelkeznek állami tankönyvekből az első és 12. évfolyam között a köznevelés és a szakképzés területén is, tette hozzá. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy éves szinten 13 millió papír alapú oktatási segédanyagot kell kinyomtatniuk. Miniszteri elismerésben részesült az ERÖV ZRT vezérigazgatója. A hírt Horváth István országgyűlési képviselő tette közzé a Facebookon. Ő úgy fogalmazott, szívből gratulálok Artim Andrásné Zsókának, az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű ZRT vezérigazgatójának. A legmagasabb szintű szakmai díj a Vásárhelyi Pál miniszteri díj kiérdemléséért. Artim Andrásné emberi tevékenységének, szakmai felkészültségének és elért eredményeinek elismerése egy kiváló személyiség, egy nagyszerű ember példamutató életútjának megérdemelt elismerése. Ahhoz, hogy a következő generációk képviselői felelősségteljesen bánjanak majd a hazai vízkészlettel, már egészen fiatalon el kell kezdeni a gyerekeket erre nevelni. Éppen ezért szerveztek gyerekeknek programot Szekszárdon az ERÖV ZRT munkatársai. A Vízvilágnapja alkalmából tartottak kreatív napot az ERÖV ZRT munkatársai óvodás és iskolás gyerekeknek a vízszolgáltató cég szekszárdi ügyfélfogadó irodájában. A kicsiknek az ivóvízzel kapcsolatos rajzolós játékos feladatokat kellett megoldaniuk. Az őket kísérő szakember szerint a szülőket is könnyebb rávenni a tudatos életmódra, ha arról a gyermekeiktől is rendszeresen hallanak otthon. Ebben a hónapban a Vízvilágnapjával foglalkozunk, minden a víz körül forog, ezért látogattunk el most ide, és lehetőséget kaptunk a vízműtől arra, hogy egy kis foglalkozás keretén belül még több ismeretet szerezzünk erről a témáról. Leesik, elfáradok, megint leesik. A kicsik nagyon élvezték a programokat, nem is csoda, hiszen az ERÖV munkatársai mindenben segítettek nekik. A mai rendezvényünk az a Vízvilágnapja alkalmából tartandó rendezvénysorozatunk része, melynek során kisiskolásokat, óvodásokat, középiskolásokat látunk vendégül, és próbálunk nekik edukatív jelleggel egy pár előadást tartani, hogy minél jobban megismerjék, hogy mi az a víztakarékosság, a vízspórolás, a vízvédelem. Vizeink védelme egyre fontosabbá válik a szélsőségessé váló klimatikus viszonyok miatt. Az ilyen és ehhez hasonló programok segítséggel szolgálnak az emberek számára, ösztönzi őket egy környezettudatos életmódra. Az ERÖV szekszárdi ügyfélszolgálatán tartott rendezvényen több helyi óvodából és iskolából is részt vettek az érdeklődők. Regionális híreink következnek. Érdekképviselet, szolgáltatások, vállalkozás, fejlesztés, 35 éves a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Május 22-e a határidő, a bevallás mellett az adó 1+1%-áról is rendelkezhetünk. Labdarúgás és röplabda, nemzetiségi sporttalálkozót rendeztek Kécsen. Érdekképviselet, szolgáltatások, vállalkozás, fejlesztés. Ez a három terület, amely nagy hangsúlyt kap az elkövetkezendő 5 évben, mondta el stábunknak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. Eppel János a Pécsett megrendezett vállalkozói fórumon és taggyűlésen beszélt a VOSZ stratégiájáról.
Horváth László, a helyi szervezet elnöke pedig úgy fogalmazott, cél, hogy a meglévő és új tagok színvonalas szolgáltatásokban részesüljenek. Jubileumát ünnepli idén a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Többek között ebből az alkalomból gyűltek össze Pécsen a Baranya vármegyei tagok és az országos elnökség. Eppel János stábunknak elmondta, a rendezvény egy vállalkozói fórum és egyben taggyűlés. Hangsúlyozta, három területen jelentős előrelépést szeretnének elérni. Ezek az érdekképviselet, a szolgáltatások és a vállalkozás fejlesztés. Még nagyobb szakmaiságra törekszenek, a Széchenyi kártya bővítése és új informatikai szolgáltatások bevezetése is szerepel a tervek között, valamint a vállalkozások segítése tanácsadással és pénzügyi támogatással. Fontos számunkra a taglétszám bővítése, jelenleg 28 ezer regisztrált tagunk van, társult szervezetekkel együtt több mint 60 ezer tagot képviselünk, szeretnénk ezt a regisztrált taglétszámot 35-40 ezer főre emelni, és a társult tagokkal együtt pedig egy ilyen 70 ezeres létszámot szeretnénk képviselni. Ez ad nekünk erős felhatalmazást az érdekképviseletnél, és természetesen a tagság számunkra cél, és egyébként az együttműködés legfontosabb területe. Egy 5 éves stratégiát dolgozott ki a szervezet, melyben ezek a legfontosabb tennivalók. Mindezt helyben is igyekeznek megvalósítani. Horváth László, a Baranyai Szervezet elnöke kiemelte, a színvonalas szolgáltatás a kulcs. Én úgy gondolom, hogy a VOSZ-on belül, és azon gondolom a Széchenyi kártya program, ami nagyon sikeres, és ennek a programnak köszönhető az, hogy a tagságunk megduplázódott. Én szeretném gyakorlatilag a tagságot valamilyen szinten az elnökségi határozat alapján összefogni, és megfelelő információval ellátni. A tanácskozáson részt vett a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke is. Őri László beszédében úgy fogalmazott, a régió a rendszerváltás óta nem tért magához, ha a gazdaságot nézzük. Mint mondta, ennek főbb oka a megfelelő infrastruktúra hiánya. A probléma azonban megoldódni látszik. A tervezett Mohács-Dunahíd az M60-as autópályának a reményeink szerint most már valóban majd az épülése, illetve a terveink között szereplő Kaposvárt és Pécset összekötő 4-sávos autót, azok mind-mind olyan kitörési pontok lehetnek a repülőtér reményeink szerinti fejlesztésével és hasznosítására együtt, amelyek együtt megvalósulnak, és bocsánat, még a vízi közlekedést, a mohácsi közforgalom kikötőt kihagytam a sorból, ez is ide kívánkozik, akkor, és ezek megvalósulnak, akkor valóban oda jutunk, hogy az a fajta bezártság, amely az elmúlt 30 esztendőben a fejlődésnek és a gazdasági életnek a gátja volt, az tud oldódni. Őri László hozzátette, hogy a napokban részletes egyeztetésre kerül sor a vármegyei önkormányzat és a VOSZ helyi szervezete között, hogy még hatékonyabban segíthessék a kis- és középvállalkozásokat. Nélkülük ugyanis nem érhetünk el jelentős gazdasági fellendülést, fogalmazott. A bevallási tervezet jóváhagyásával együtt az 1+1%-ról is rendelkezhetünk, emlékeztetett a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, online és papíralapon is megtehetik az adózók a felajánlást. Ennek május 22-ig kell beérkeznie a hivatalhoz. Civil szervezetek, vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram számára ajánlható fel az összeg. Ezt megtehetik az eszéje a bevallás részeként vagy külön dokumentumon. Mint minden évben, idén is rendelkezhetünk az adónk 1+1%-áról. Ennek alapja az összevont adóalap adójának kedvezményekkel és pénztári rendelkezésekkel csökkentett összege, tájékoztatta stábunkat a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy az adóhivatal csak akkor teljesíti az utalást, ha a felajánlott összeg legalább az 1000 forintot eléri. Az első csoportban a civil kedvezményezettek tartoznak, ilyen például az egyesületek, alapítványok, a másik csoportban pedig a technikai számos kedvezményezettek tartoznak, ez lehet vallási szervezet, egyházi közösség és a központi előirányzat, a Nemzeti Tehetségprogram. A felajánlásokat többféle módon is meg lehet tenni. Ezt a felajánlást meg lehet tenni elektronikusan, online formában, papír alapon is, vagy a bevallással együtt, vagy attól függetlenül. A lényeg az, hogy ezeknek a felajánlásoknak, a rendelkező nyilatkozatoknak május 22-ig meg kell érkezni a hivatalhoz. A rendelkezéshez a civil szervezetek esetén az adószámra, a vallási közösségek, illetve a Nemzeti Tehetségprogram esetén pedig a technikai számra van szükség. A kedvezményezettek listája és a hozzájuk tartozó számok megtalálhatók a NAV honlapján. A vallási közösséget vagy a kiemelt költségvetési előirányzatot megjelölő magánszemélyeknek nem kell minden évben megtenniük nyilatkozatukat, ugyanis az más szervezetek megjelöléséig vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes.
2018-tól ugyan megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, továbbra is gyűjthető a munkavállalók nyilatkozata. Az a munkáltató, aki ezt elvállalja, begyűjti a dolgozóktól a borítékokat. Nagyon fontos, hogy ezek a borítékok a ragasztás felületén keresztbe alá legyenek írva. Amikor összegyűjtötte a munkáltató ezeket a borítékokat, legkésőbb nekik is május 22-ig el kell juttatni a hivatalhoz. Ebben a témában is kérhetnek tájékoztatást, segítséget az adózók telefonon a 1819-es infóvonalon, vagy személyesen a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán. Második alkalommal rendezte meg a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága a nemzetiségi sport találkozót. A pécsi megmérettetésre horvát, német, román, szerb és szlovák intézmények diákjai érkeztek. Pécs városát a Koch Valéria iskola központ és a Miroslav Kleža horvát oktatási központ képviselte a második nemzetiségi sporttalálkozón. A fiúk kispályás labdarúgó tornáját a horvát iskolában rendezték. Az első meccs az sajnos kicsit szerencsétlen volt számunkra, de a második azért ott kicsit szerencsénk volt, de most a harmadikra kell nagyon koncentrálnunk, mert azon múlik, hogy tovább jutunk-e vagy nem. Jó hangulat, de most inkább még a meccsre koncentrálunk, azt mondja, mint ezek lezajlottak utána, mert a spanolás meg minden. Az ellenfél horvát iskola csapata is nagyon várta az összecsapást. Sose fociztam ilyen alapítványoknál vagy szövetségeknél, mindig csak hobbi szinten fociztam. A szívemhez közel áll mindig is a foci, de én sosem üztem olyan komolyan. A lányröplabda csapatok a Koch Valéria iskola központ torna termében játszották a meccseiket. Én ezt csak hobbi szinten csinálom, de nagyon szeretem, úgyhogy igazából örülök neki, hogy itt lehetek. 7 évet röplabdáztam itt Pécset, és körülbelül 3 éve hagytam abban, most már csak hobbi szinten. A horvát iskola csapata nem jutott ugyan tovább, de a lányok elégedettek voltak teljesítményükkel. Én nagyon jól éreztem magam, és meg vagyok elégedve a csapatommal. Szerintem amúgy egészen jól szerepeltünk, és szerintem nagyon oda tettük magunkat. Voltak elcsúszások, volt, amikor szétcsúsztunk, de összességében szerintem nagyon jó volt. Pár dolgon még lehet javítani, de majd azt, ha kiküszöböljük, akkor szerintem nagyon prima lesz az egész. Egy éve és néhány hónapja röplabdázok a Peacnál, és szerintem nagyon jók voltak a meccsek, nagyon élveztem, és szerintem most már sokkal jobban összeáll a csapat, és jobban megszokjuk egymás játékát, és jól teljesítettünk szerintem. Végül a pécsi horvát és a német iskola röplabdásai sem jutottak döntőbe, de a Koch Valéria iskola fiú csapata is a csoportkörrel fejezte be a tornát. Miroslav Kleža horvát oktatási központ labdarúgó csapata azonban a harmadik helyen zárt. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Sok a kérdőjel, ismeretlen tettes ellen nyomoznak a rendőrök a mözsi kisfiú eltűnésének ügyében. 5,3 millió forint, ennyiből újult meg az aparhanti kálvária. 4-es ikerbárányok születtek, az ilyen esemény rendkívül ritkának számít. A víz fontosságára tanították a gyerekeket, szemléletformáló programot tartottak a Tolnai Vármegye székhelyen. Csütörtökön általában erősen, a déli országrész felett néhol átmenetileg vékonyabban felhős ég lesz jellemző. Napközben csak kevés helyen az ország északi felén várható kisebb eső, záporeső előfordulása. Este, majd éjszaka már több helyen, de továbbra is csak szorványosan fordulhat elő záporeső. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!